Jó szívvel ajánlom a szép emlékű Fekete István Kele című könyvéből ezt az aranyos kis részletet, mely mindig nagy kedvencem volt. Mit hallasz, vahúr? A kutya füle is megmerevedett. Paták jön, elibük megyek, és elszaladt. Én is, mondta Miska, Bába pedig visszament a pajtába, ami határozottan kár volt, mert a gólya furcsa dolgot látott volna. A kocsi még messze zörgött az úton, de Vahur már farkácsóvált a kapuban. Miska pedig megállt ott, ahova a kocsinak kell jönnie, ha befordul az udvarra. Ribiszke ma gyorsan végzett a piacon, nem is sokat vitt be, ezért szokatlanul korán megérkeztek. Vahur csaholva üdvözölte ribiszkét és patákot, s a ló, meglátva miskát, rangos ügetéssel fordult be az udvarra. Berti is kilépett abban a pillanatban a konyhából. – Ere onnan, Miska! Miska meg sem mozdult, és nagyon szomorúan nézett Bertire. Ribiszkének pedig el kellett kapni a gyeplőt, ami teljesen tönkretette paták parádés érkezését. A ló szeme fekete lángot vetett a gyűlölettől. Megrántotta a gyeplőt. Eltaposom ezt a trágyát! Miska nem vett tudomást a sértésről, és amikor a kocsi megállt, három lábán sántikálva odébb ment pár lépést. Minden mozdulata a kibírhatatlan fájdalom volt. – Hát ezzel meg mi van? – kérdezte Ribiszke. – Már tegnap is, mintha sajnálta volna a lábát – mondta Berti, és oda ment, hogy megnézze. – Add ide, Miska! A szamár kínlódba félreállt, mintha azt mondta volna. – Jaj, nem, nem! – Add csak ide, nem bántom! – és felemeltem is kapatáját. Végig nyomkodta a lábát, és amikor a csűthöz ért, Miska felkapta a fejét. Ott, ott, jaj! Jó tüzel, bólogatott Berti. Valami rándulása van. Ezt a kis fuvart elbírja Manci is. Miska jól tudta, hogy patáknak az emberek között Manci a neve, és mintha csak erre a szóra várt volna, megelégedetten, ám bár erősen sántítva, bevonult a pajtába. A pajta ajtóban azonban megállt még egy pillanatra, és olyan szomorúan nézett Bertire, mintha azt mondta volna. Hej, Berti, Berti, kutya élet! A pajtában azonnal lefeküdt a széna mellé, és várt. Miska nem szokott hiába várni. Pár perc múlva ott állt már Berti kezében az ünnepi nagy sós kenyérrel, melyet Miska nyögve fogadott el, és érdeklődve nézte, hogy Berti vizes rongyal csavarja körül beteg lábát. Meggyógyul, ne félj! Hevers pár napot, és a csillagokat is lerúghatod. Aztán kiment az udvarra. Miska a heversz szót mély megelégedéssel hallotta, és jelentőségével teljesen tisztában volt nagyokat bólintott bába felé. Így van, hosszú láb. Amint patákot bevezették az istálóba, Vahúr szélsebesen rohant Miskához. – Baj van a lábadban? – Miska két értelműen pislogott. – Ezt hiába magyarázom neked, Vahúr. Ezt ti nem értitek. – Még az öreg toró se értené nem is értem, ásította a gólya. Vagy van, vagy nincs. Ha akarom, van, ha akarom, nincs. A kutya és a gólya bambán néztek egymásra. Mondom, hogy nem értitek. Ha az ember lát, akkor van. Ha nem lát, akkor nincs. Majd lassan rájöttök. Másnap paták ment a piacra, harmadnap megint, negyednap megint. Szép napos télidő volt, és a barátok rendszerint kint kéreztek a pajta előtt. Most mindig paták megy, nézett a kutya miskára. Persze, intett a szamár, amíg beteg a lábam. Nem beteg, intett kell -e szigorúan. Tudjuk, hogy nem beteg, Berti nagyon okos, pislogott Miska jókedvűen. Berti úgy tudja. Paták is nagyon okos és előkelő. Ő is tudja. Miska, rettent meg a kutya. Te mást mutatsz, mint ami van? Vahúr, az van, amit én mutatok. Bertinek az van, veletek akarok lenni. Tulajdonképpen értetek csinálom. Lehet, bólintott a gólya, de ilyesmi a szabad népnél nem fordul elő. Itt senki se szabad, kele. Hát előfordul. Nem sokára majd jó lesz a lábam. De hiszen nem beteg, indulatoskodott a kutya, akinek becsületes fejében nem volt hely Miska álnokságára. Azért mégis meggyógyul, vahúr. Most pedig menjünk a kazalhoz. A három barát tehát végigvonult az udvaron. Miska kívánságára már napok óta a szalmakazal mellett sütkéreztek, ahol melegebb volt, mint a pajta előtt, mert a nyárszagú szalma szikrázva szórta vissza a nagy fény melegét, és rá se néztek kurrira, aki minden alkalommal megfenyegette bábát, és minden áron verekedni akart vele. A gólya hosszan hallgatott, aztán Miskára nézett. Nem jó, amit csinálsz, Miska, és a törvény. Hosszú láb, az én törvényemet én magam csinálom. Nekem jó, arról nem is szólva, hogy paták már a zabot sem eszi meg dühében. A szamár óvatosan körülnézett. Berti most nem jön ki, mondta. Vigyázz, vahur, rád lépek! Ezt a játékot is Miska találta ki, aki elmondta a piacon történteket, és azt állította, hogy minden kutyát akkor gázol el, amikor akar. Hát engem gázolj el, Miska, és elkezdődött egy játék, melyben bába lett a bíró. Hol Miska támadott, hol Bújtár? A kutya műharaggal morgott, nekiugrott a szamárnak, aki mind a négy lábával védekezett, pergett, félreugrott, és a végén megállapították, hogy nem olyan egyszerű legázolni vahurt, de egy párszor bizony alapos rúgást kapott volna. A játék azonban jó volt, tehát naponként megismételték, amikor Ribiszke a piacon volt, Berti pedig bent a házba. Most is. Kele komolyan állt a kazal mellett, Vahur finoman elkapta Miskalábát, aki megperdült, és ebben a pillanatban tisztán látszott, hogy Vahur elkésett, és a szamár félre rúghatta volna. A kutya most körül szaglázta Miskát, az megforgott, mint a motolla, aztán felugrott mind a négy lábával a levegőbe, és amikor leért, szemében kétségbeesés volt. Sőt, rémület. Vahúr megrökönyödött, és kele is megijedt. Felnézett a levegőbe, de ott nem volt veszedelem. Végignézett az udvaron, ott se volt semmi szokatlan. Csak Berti állt a konyhajtóban. De úgy állt, mint aki kővé vált. A szemében kegyetlen harag. Nem lehetett tudni, mióta nézi a játékot. Kele kicsit megnyugodott, hiszen Miska megmondta, hogy ha az ember látja, beteg. És most látja. Vahur már többet tudott Bertiről, és ismerte az embernek ezt a nézését. Behúzta a farkát, és a pajta felé ódalgott. Kele önkéntelenül követte, mert most már ő is érezte, hogy az ember felől valami rossz hullámzik. Csak Miska maradt a kazal mellett, ám nem sokáig. Szeme ilyetten rebbent meg, amikor Berti kihozta az istálóból az ostort, de azért bekötött lábát magasra felemelte, és a legmélyebb szomorúsággal nézett Bertire. Fáj, mondta a tekintete. Most már egy kicsit jobban vagyok, de azért fáj. Berti gyilkos haraggal állt meg mellette. Hát te, te dög, te gyalázatos, hogy engem, hogy így. Dur az ostor. Becsaptál, puf, az ostor nyél. Engem, aki még lop is neked. Csitt, csatt, te szégyentelen. Dur! Iska egy darabig lehorgasztott fejjel állta a csapásokat, és baktatva ment a pajta felé, ahonnét két barátja elrémülve nézte a jelenetet, de aztán ide betegség, oda megugrott, és úgy rohant körbe az udvaron, mint egy versenyló. Berti utána. Dír, dur, az ostor. Berti ordított. A kacsák szétszaladtak, a tyúkok kerítésen ijedeztek, Vahúrnak még a gerinca is reszketett, és nem tudta, mi a teendő. Amikor paták fordult be a kapun elegánsan, kényes ügetésben, mint mindig. Ribiszke ámulva nézte a magából kikelt Bertit, és a kiválóan futó miskát paták pedig röhögött. <laughs> Az apám verseny ló volt, de ez a miska fájós lábbal is úgy fut, <laughs> Most már Ribiszke is nevetve fogadta a teljesen kifulladt Bertit. Becsapott! Be a kutya! Hát ilyet még nem ettem János bátyám. Reggel még bot sánta, kötözöm, pátyulom, sós kenyér, isten nyila. Most nemrég kinézek, azt hiszem megbolondultam. Csak nézem, mondom magamban, észnél vagy Berti. Játszik a kutyával, forog, mint egy cirkuszló. Aztán, amikor észrevett, csak leereszti Fülit farkát. A disznó! No. Okos állat a szamár, mondta Ribiszke. Nem szeret sárban járni, nem szeret fázni, de hát ki szeret? Na, vezest be a lovat! A pajta humájában pedig megrettemve állt a három barát. Végül is kele mozdult meg. A törvény! Miska ledobja magát a szénára. Lehet, hogy igazad van, de ami volt, az már nincs, és én alaposan kihevertem magam. Ugye milyen aranyos kis részlet?